Önök tudják-e, hogy melyik társadalmi osztályba tartoznak Magyarországon? Engedtessék meg nekem, hogy azt mondjam, hogy valószínűleg nem, vagy hogyha sejtik, akkor jó eséllyel tévednek. 25 éve nem volt olyan nagyságrendű társadalom-szociológiai kutatás, mint amit most zárt le a Magyar Tudományos Akadémia és a GFK Kutatóintézet. Az eredmény megdöbbentő és elszomorító, a magyar elitet a társadalom 2%-a alkotja, viszont egy negyede a társadalomnak nem a leszakadók, hanem a már leszakadtak közé tartozik. Erről beszélgetünk dr. Kozák Ákossal, a GFK ügyvezető igazgatójával. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mindjárt itt fogunk látni egy grafikát, mert hogy önök nagyon jól egy körtében összefoglalták, hogy hogy néz ki a magyar társadalom. Kezdjük azzal, hogy elmagyarázza nekünk azt, hogy kik vannak alul, kik vannak középen, és ugye hát ott lehet látni, hogy ez a picike a levél, ugye az az elit. Igen, az a helyzet, hogy jobb lenne, hogyha egy hagymát látnánk. Az, hogy kevesen, az lenne az egészséges. Is, hát az jobb lenne, igen, egészségesebb lenne. Fölül is, meg alul is kevesen vannak, és akkor van egy ilyen kicsit dagadtabb belső középosztály. Már értem, a hagymának az a része, de nem ez, hanem ugyanazért farnehéz kört, ahogy ezt elneveztük a kutatócsoportban. Az a helyzet, hogy persze ez így is találunk, ebben is találunk középosztályt, ebben az értelemben meg lehet találni, csak egy kicsit lefelé húz ez a, hogy az ábra ezt érzékelteti. Szóval, hogy van egy 2% elit, ami egyébként önmagában rendben van, hiszen minden társadalomban az elit azért elit, hogy kevesen legyenek. A probléma az inkább a 23% egynegyednyi leszakadtal van. Az a különbség a leszakadtak és a fölötte lévők, a munkások, a sodródók között, hogy nekik még van munkájuk, leszakadtaknak nincs munkájuk már. Nem aktívak a munkaerőpiacon, ez egy óriási különbség. Ugye az, hogy mi a tendencia, az is nagyon nagy kérdés. Tehát ez egy olyan körte, ami még egyre inkább farnehéz lesz, tehát fölülről folyamatosan szivárognak lefelé, vagy ez most már megállt a körte farnehézzé válása, és innen most már inkább felfelé működnek a liftek. Ezt tudják-e? Ez egy statikus kép, most mértük meg, valószínűleg 3 év múlva ismét megmérjük. Az a helyzet, hogy azért lehet tudni, hogy az biztos, hogy a mobilitás megvan lefele. Fölfele majdnem, hogy lehetetlen, alig-alig lehet, van arra lehetőség, hogy ma 2014-ben Magyarországon az egyik társadalmi osztályból a társadalmi grádicsokon felülre menjünk. Tehát valaki beleszületik egy kasztba, ma Magyarországot, nagyon sarkosan fogalmazok, ott is marad. Elég erős megfogalmazás, de hogyha keresünk valami képet, akkor igen, ez igaz. Egyébként az elitre és a társadalom felső rétegeire egyértelműen igaz, hogy oda születnik az örökletes történet. Ugye ott a magas kultúra, csak egy dolgot kiragadok, a magas kultúrának a fogyasztása, ami hát azért nem úgy szokott jönni, hogy hirtelen valaki rádöbben 20 évesen, hogy magas kultúrát kell fogyasztania, hanem vannak minták előtte. Ki számít elitnek ma Magyarországon? Mert arra gondolok, tehát vannak olyan társadalmi rétegek, akik szemmel láthatóan túlfogyasztanak. Gondolok arra, amikor egy lakótelepi parkolóba áll egy olyan autó, amiben annyi pénz van, mint amennyibe az én lakásom kerül. De közben lakik valahol egy 45 négyzetméteres panel lakásba. Igen. Tehát ő elit? Nem. Az a helyzet, hogy 3 szempont alapján soroltuk be az embereket, a kulturális tőke, kapcsolati tőke, és természetesen a gazdasági tőke alapján. Ezek között is mindenfajta mutatók voltak. Nagyon fontos ismérve ennek a kutatásnak, hogy nem csak fogyasztás, sőt nem a fogyasztás alapon, és nem a munkaerőpiaci pozíció alapján, mert valaki munkanélkül, de még tavaly volt még, vagy a múlt héten volt még munkája, akkor nem besorolható. Tehát ez egy komplex rendszer. Általában a szofisztikáltabb szociológiai vizsgálatok ezeket a tőkejavakat vagy tőketípusokat veszik alapul. Odafigyelte erre bárki? Tehát például a politikum az reflektálta arra, hogy a 25% a leszakadtak között van. Kettő és fél héttel ezelőtt publikáltuk ezeket az eredményeket. Egyébként a feldolgozás az akadémia részéről még folyik. Majd kb. Fél év múlva tartunk egy tudományos konferenciát. Készül egy riport ebből. Politika, az üzlet és a tudományos élet. Ez a 3. A politika, már ugye értem, a 3 célcsoportjának a vizsgálatnak. A politika, a politikum talán nyárban még nem nagyon figyelt oda erre. Pedig azért azt gondolom, hogy tanulságos. Ugye a klasszikus kasztrendszernek az az egyik specifikuma, hogy a kasztok nem nagyon kommunikálnak egymással. Én ezt Magyarországon nem tapasztalom, de igazam van-e? Tehát, hogy van-e az, hogy én a vékony középosztályba tartozom, én az elitbe tartozom, és akkor csak a hasonlókkal beszélek, vagy veszem körül magam szívesen. Ez a szilárd osztálytudat, az, hogy én hova tartozom, és én a hasonló szőrűekkel érintkezem, és egy klubba járok velük, ez már csak azért is nagyon korlátozott Magyarországon, mert visszatérve az előző, a legelső kérdése, vagy fölvetésre, bevezetésére,
igazából csak a fele a magyar társadalomnak tekinthet olyannak, aki valamilyen osztálytudattal rendelkezik. Ennek megvannak a történelmi okai valószínűleg. Milyen egyszerű volt, régen volt munkás, paraszt értelmiség. Aki nem is osztály volt, hanem egy külön társadalmi csoport, csak egy réteg volt, tehát két osztály réteg. Tehát ebben az értelemben van átjárás, nagyobb az átjárás. Én ugye egy BBC-s mintára készült ez a kutatás. Azt szoktam mondani, hogy a birminghami hentes valószínűleg a londoni szülészőgyászfőorvossal nem szokott érintkezni, mert nincsen az a platform, ahol érintkezzen. Nálunk természetesen itt sem hiszem, hogy minden napja ez a gyakorlat, de nagyobb az átjárás. Pártpreferencia vagy politikai preferencia megjelenik-e bárhogy ebben a körtében? Számos kérdést feltettünk ebben a 16 000 fős mintában, és bizony szépen kirajzolódnak bizonyos minták, de nem úgy, ahogy ön ezt most fölvázolta, hogy mondjuk az egyik párt szavazói azok alul vannak, a másik meg fölül vannak. Ehhez viszont vegyes a kép. Hát, hogyha megnézzük az elnevezéseket, hogy kádári kisember, vidéki értelmiség, ugye ez például olyan alapon van odasorolva, vagy kerül valaki oda a vidéki értelmiségbe, hogy ugyanolyan javakkal bír, tőkejavakkal bír, mint mondjuk a felsőbb osztályok, csak mindenből kevesebb. Ő is kultúráránt érdeklődik, csak nem tud annyit, vagy nem enged meg magának annyit. Ugye nagyon erős ott középen az állami, mint állami, de legnagyobb foglalkozható Magyarországon, az állami munkahely, ami egy biztonságot jelent ebben az értelemben. Tehát a politikai preferenciák azok kirajzolódnak, de nem úgy, hogy egyik párt csak itt, másik párt meg csak ott van. Város-vidék, ugye ez is megjelenik az ábrán, és pont arra gondoltam, hogy hát detektálható bármilyen különbség azonos osztályba tartozók között a lakóhely szerint. Megmondom, mire gondolok, mondjuk egy budapesti osztályvezető főorvos és egy vidéki osztályvezető főorvos életminőségében, kultúrafogyasztásában, blablabla, van-e különbség? Máshol van-e? Attól függően, hogy vidéki vagy főváros. A társadalmi osztályok, a nyolc társadalmi osztály, nyolc csoportot különböztettünk meg, azok azért erőgérésen eltérnek egymástól abban az értelemben, hogy hol van az adott csoportban tartozóknak a lakóhelye. Van egy olyan falusias, kisvárosi környezet, így jellemeztük, a másik pedig a nagyvárosi, fővárosi. Például az elit alapvetően inkább, vagy a felső közép inkább városi, amíg mondjuk a leszakadtak, az ábrán is látszik, vagy a munkások inkább a kis falusi, tehát a rurális, vidéki környezetnek a lakói. Egyetérte velem abban, hogy ebből a legfontosabb talán az lenne, hogy ezeket a lifteket elkezdeni működtetni, persze nem a fentről lefelé, hanem a lentről fölfelé. Egy demokratikus társadalomban a felfelé való elmozdulás, mobilitás elengedhetetlen, szükséges. Annélkül tulajdonképpen nyitott társadalom nem lehet beszélni. Ki gondolnak-e arra, hogy megismételni ezt a kutatást? Tehát ez akkor lehet különösen izgalmas, tehát ahogy mondta, ez egy pillanatfelvétel, egy látlelet, 2014 tavaszán így néz ki a magyar osztálytársadalom, hogy hova mozdul, hogy eljutunk-e a körtéből a hagymába, az egy baromi izgalmas kérdés. Azt tervezzük, hogy nagyjából egy ilyen vizsgálatot egyébként 5 évente érdemes. A társadalmi mozgások azok nem fél évente következnek be, tehát ebben az értelemben 5-10 évente nem érdemes megcsinálni. Aha. Feltétlenül tervezzük, hogy ezt majd valamikor megismételjük az évtized végén. Hát, hogyha egyszer a politikum is odafigyel rá. Kozák Ákos, köszönöm szépen a beszélgetést.